szobában megtalálható a két ágy, az asztal, a négy szék, a tükrös fiókos szekrény, a szekrény, a rokka, a fogas, a bölcső. A Kakasdi Tájház Schwab szobáját mutatja Réti Andrásné, a Kakasdi Német Kisebbségi Egyesület tagja. Az asszony elmondása szerint az 1990-es években Makovec Imre építész ötlete volt, hogy a faluház melletti Schwab családi házat megvásárolják, és abból tájházat alakítsanak ki. Ez a tájház a három népcsoport szobáit foglalja magába, a székely, a Schwab és a felvidéki. A gyűjteményünk sajnos nagyon-nagyon kevés volt, illetve nem is volt gyűjteményünk még a tájház előtti időszakban. A tájház berendezésében dr. Szőcs Zoltán, a bonyhádi muzeológus volt a segítségünkre, és az ő vezetésével rendeztük be a szobákat. Amit összegyűjtöttünk, a legtöbb a Schwab szobában Váradi Józsefné, Amri néni, az ő tulajdonát képezi a legtöbb ebbe a szobába. De több svábasszony is, a kakasdi lakosok összeadtuk, kinek milyen volt. A falon bekeretezve látható a Váradi Józsefné, Amri néninek a mennyasszonyi fejdísze, amelyet monogrammal és évszámmal láttak el. Váradi József, Studer Anna 1943-ban házasodtak össze. Sajnos már kihalóban lévő a svábság Kakasdon, nagyon-nagyon kevés család van már, aki teljesen Schwab. Reméljük, hogy fennmaradnak az értékek, próbáljuk megőrizni és átadni. A bölcső és a benne lévő pólya, baba, ez a pólya kimondottan kakasdi, tipikus kakasdi. Ez a Hepp Hortobágyi, az én édesapám is ebbe a pólyába feküdt. És egyszerű, de mégis igényesen kialakított csipkével és hímzéssel díszített. Ez egy kicsit fájdalmas dolog, hogy a fiatalokat nem igazán tudjuk bevonni, nem igazán tudjuk becserkészni. Próbáljuk játékokkal, próbáljuk, hogy közös éneklés, hogy az iskolába megyünk egy kicsit kézműveskedni, és akkor örülnek, meg azt mondják, hogy igen, de jó, és megyünk, és akkor mindig csak úgy maradunk, hogy nem tudunk senkit becserkészni. Rajtam egy 100 éves ruha van, közel 100 éves, és ugye van az alsó szoknyájuk, van az alsó szoknya, van egy szoknya, aminek a széle az érdekessége, hogy minden szoknyát így beszektek, hogy az ne kopjon el, és minden szoknyát csipke díszít. A kötényt is csipkével díszítették. Igazából a csipke és a hímzés volt a jellemző. A tájházat a könyvtár nyitvatartási idejében lehet látogatni, de rugalmasak az önkormányzatnál és a könyvtárosunk is, mert ha bejelentkezik egy csoport hétvégére, akkor a könyvtárosunk nagyon szívesen jön, és bemutatja a faluházat is, és a tájházat is. Eléggé sokan jönnek, hála Istennek, hogy úgy néz ki, hogy egyre többen és egyre többen, és azért az nagy örömünk, hogy az iskola diákjai azért a honismereti óra keretében rendszeresen ellátogatnak, és próbálják átadni nekik, amit itt látnak, megmutatni, hogy ne felejtsék el, hogy honnan is vagyunk.